Jó estét kívánok! A híradót látják itt a Moson-Magyaróvári Városi Televízióban 2016. szeptember 1-én csütörtökön 19 órakor. Főbb híreink először röviden. Jubileumi tanévnyitó. 55 éves az ipartelepi Fekete István általános iskola. Megkezdődött a tanév. Ismét megnövekedett forgalomra kell számítani. Vágányzári hirdetmény. Szombattól vonatpótlóbuszok járnak Hegyeshalom felé. A Fekete István általános iskola ipartelepi egysége 2016. szeptember 1-én ünnepelte fennállásának 55. évfordulóját. A jubileumi alkalomból rendhagyó tanévnyitót tartottak az Alkotmányúti Intézményben, ahol többek között Iván Csics János is beszédet mondott. 1961. szeptember 1-én nyitotta meg kapuit az ipartelepi Fekete István általános iskola, akkor még 7-es számú általános iskolaként. Idén az intézményben már 55. alkalommal kezdődött meg a tanév a diákok számára, amelyet egy rendhagyó színes évnyitóval ünnepeltek meg. Az idei évben 170 ipartelepi és 210 mofémtelepi diák ült be az iskolapadba és kezdte meg az új tanévet. Az iskola egykor 4 tanteremmel kezdte meg működését 8 osztállyal. Az akkori időkre az ünnepség alkalmával az intézmény mostani igazgatónője, Márkusné Hardi Gabriella emlékezett vissza. Az iskola első igazgatója Kóca Andrásné volt. A tantestület száma 16 fő, a tanulólétszám 316. Már az első fél évben nagyon szűknek bizonyult az új iskola, ezért megkezdődött a folyamatos kibővítés. Az első lépésként osztályá bővítették az addig 2 szertárt, majd megépült sok társadalmi munkával az iskola udvarán egy új épületrész, melyben helyet kapott 2 napközis terem, ebédlő, konyha, orvosi szoba, vizes blokk és egy kis zsibongó. Az iskola fennállása óta több mint 1200 diák tanult az intézmény falai között. Generációk nőttek fel az iskolában, amelynek tanulói eredményes munkáikkal országosan is megmutatták magukat. Hiszen az ipartelepiek krónikájához meghatározó módon kapcsolódik évtizedek óta az iskola. Tartozzanak bárhová is a város oktatási intézményei, nem kérdéses számunkra az, hogy felelősséggel tartozunk az itt dolgozók, tanulók iránt. Ezért volt fontos, hogy az iskola felújítására pályázzunk, és azt az elnyert 87 millió forintos támogatási összegből megvalósítsuk. Ezért volt fontos nekem, mint városrészi képviselőnek az iskola udvarán kialakított műfőes focipálya létrehozása, melyre az idei évben sor került. Terveink, elképzeléseink a folytatásra, a további felújításokra most is vannak. Az iskola kezdés ilyenkor talán az elsősök számára a legérdekesebb. Az igazgatónő külön köszöntötte őket is, mint ahogy a jelenlegi 8. osztály is, akik az ünnepség alatt üdvözlésként feltűzték az iskola kitűzőjét rájuk. Szeretettel köszöntelek benneteket, kedves elsőseink! Talán ti vártátok legjobban ezt a mai napot. Jó, de szépen megnőttetek! Szerintem az óvodai kis székekben már el se férnétek. Nagyon örülünk nektek, és nagyon vártunk már benneteket. A mai naptól sok-sok izgalmas dologban lesz itt részetek. A tanítónéni, Éva néni és Eszti néni bevezetnek benneteket az iskolás életrejtelmeibe. Az ünnepség végén a jubileum emlékére a meghívott vendégek juharfát ültettek, és helyére került a Golszi testvériskolától kapott emlékoszlop is. Szeptember 1-ével megkezdődött a 2016-2017-es tanév, ami nem csak az iskolákat, hanem az utakat is érinti. Moson-Magyaróváron 8 intézményben várják a tanulókat, így ezek környékén ismét megnövekedett forgalomra kell számítani. A nyári szünet után szeptember 1-én ismét csúcsforgalmat tapasztalhattak reggel a városban közlekedők. Az új tanév kezdetével ismét megnövekszik a forgalom az iskolák környékén a reggeli és a délutáni órákban. A gyermekek ismét magasabb számban vesznek részt a közúti közlekedésben, ezért fontos, hogy körültekintőbben közlekedjen mindenki. Nagy szerepe van a későbbi közlekedési morál kialakításában a szülők példamutatásának is. Kijelölt gyalogátkelő helyen ne azon áttekerve, rossz példát mutatva a gyermeknek haladjanak át. A
forgalomirányító fényjelzőkészülék tilos jelzése ellenére ne hajtsanak be az útkereszteződésbe, mert a gyermek ezt mint követendő példát átveszi, és ő is így fog majd a későbbiekben, amikor majd önállóan vesz részt a közlekedésben részt venni. Továbbá, amikor a szülő gépkocsival viszi a gyermekét iskolába, akkor arra kell figyelni, hogy ne képezzen forgalmi akadályt abban az időszakban sem, amíg a gyermeket az iskola előtt a gépjárműből kiszállítja. A tanítási idő alatt megnő az autóbusszal közlekedő diákok száma, a tapasztalatok pedig azt mutatják, hogy a tanulók nem a buszmegállóhoz eső legközelebbi gyalogátkelőhelyet használják, hanem a legrövidebb úton igyekeznek eljutni az iskolákhoz. A rendőrség arra hívja fel az autósok figyelmét, hogy az iskolák környékén gyakran előfordul, hogy a gyerekek a busz takarásából lépnek az úttestre, ezért érdemes ezeket a helyeket fokozott óvatossággal megközelíteni. Az iskola kezdetével ismét megnő a kerékpáros forgalom az utakon, a bicikliseknek pedig fontos odafigyelni a kötelező biztonsági eszközökre, hiszen ezek nélkül nem vehetnek részt a közlekedésben. A fék kormányberendezés állapotát mindenképpen ellenőrizni kell, legyen a kerékpáron csengő, fényvisszaverő prizma a kerékpár kerekén, megfelelő világító berendezés, előre fehér vagy kadmiumsárga, hátra a vörös fényt kibocsátó világító test, ez mindenképpen fontos és elengedhetetlen. Este vagy korlátozott látási viszonyok között pedig a láthatósági mellény viselésére hívnám fel a figyelmet. A városban több helyen is bedugul a forgalom a reggeli és a délutáni órákban. Ilyen a vár környéke, a Deák tér vagy éppen a bíróság előtti útszakasz. Ezek elkerülése érdekében érdemes alternatív útvonalakat választani. Arról, hogy mire érdemes még odafigyelni az iskola beköszöntével, híradónk utáni Hírháttér című műsorunkban foglalkozunk bővebben. Pályakarbantartási munkákat végeznek a Szombathely Hegyeshalom vasútvonalon. Így szeptember 3-a és szeptember 14-e között a hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek, értesített minket a Gyesebb ZRT. A Csorna-Hegyeshalom-Rajka állomások között vonatpótló autóbuszok közlekednek a módosított menetrend szerint. A vonatpótló autóbuszok Hanság-Nagyerdő vasúti megállóhelyen nem állnak meg. A vágányzár ideje alatt az átszállási lehetőség korlátozottan biztosított. A vonatpótló autóbuszon a kerékpár szállítása szünetel, a kézipodgyász továbbítása a rendelkezésre álló tárolóhely figyelembevételével biztosítható. A vágányzár miatti kellemetlenségekért a Gyesebb ZRT az utasok szíves türelmét és megértését kéri. Bővebb információ a honlapon érhető el. Sajdik Ferenc grafikus művész karikaturista kiállítását, a Kétlábúak, Négylábúak, Sőt című tárlatot egészen szeptember 18-áig nézhetik meg az érdeklődők a Flash központban, hétfőtől péntekig, 10-től 12 óráig és 14 és 18 óra között. Szombaton pedig 16 és 18 óra között várják az érdeklődőket. Az Experience Production szeptember 19-én hétfőn 19 órakor mutatja be a Gyöngyhajó lánya musicalek alfája és omegája című előadását. Jegyek a Flash központ jegyirodájában válthatók. Szigetkő színekkel, szívből szabadon címmel hirdet rajzpályázatot a Flash Károly Nonprofit Kft. És a Komp művészei a festészet napja alkalmából. A pályamunkák személyesen a Flash Nonprofit Kft. Portáján adhatók le, vagy eljuttathatók postai úton szeptember 23-áig. A legjobb pályaművekből készült kiállítás szeptember 26-tól láthatják az érdeklődők a Flash központban. Szabadfestést szerveznek szeptember 23-án 9 és fél 12 között Varga György, Karcagi Endre, Miró Gábris Mirinov, Szuzana Benkova és Borbély Károly festőművészek irányításával a Flash központban. Egy-egy iskolából azokat a gyermekeket várják tanáraikkal együtt, akiknek életében fontos szerepet tölt be a rajzolás, a festés. Az érdeklődőket iskolánként maximum 10 főt a korlátozott létszám miatt jelentkezési sorrendben tudják fogadni. Továbbra is zenebölcsivel várják a legkisebbeket hétfőnként 10 órától a Fehérló közösségi házban. Szintén a Fehérlóban a kreatív alkotók körére várják az érdeklődőket szeptember 3-án szombaton délután 2 órától. Szeptember 6-án 15 órától pedig a Retro Filmklubbal várják a filmszerelmeseit, és szintén szeptember 6-án 18 órától a Herba Mesék Gyógynövényklub következő előadása lesz. Szeptember 7-én szerdán 17
17 órától a kreatív körre, míg 18 órától a spirituális ébredés klub foglalkozására kerül sor. Magasföldi József a Győri Eto FC-hez igazolt, adta hírül a klub Facebook oldala. Az MTL 1904 korábbi csatára, így feladva az MB2-t, újra a magyar harmadosztályban bizonyíthat. Megkeresésünkre a kiváló támadó elmondta, családi okok miatt döntött a klubváltás mellett. A 214 MB1-es mérkőzéssel bíró játékos 18 góllal lett a tavalyi szezon gólkirálya. A Mosonmagyaróvár csapatában idén 7 mérkőzésen kétszer volt eredményes. Magasföldi József 2 éves szerződést kötött a Rába Parti zöldfehérekkel. Kedves nézőink, ezek voltak a nap legfontosabb hírei. Most a Hírháttér című műsorunkat nézhetik meg, ahol a szeptemberi közlekedéssel foglalkozunk bővebben Pápai Gyula bűnmegelőzési főelőadóval és Cviklő Krisztián balesetmegelőzési referenssel. Híreinket visszanézhetik Facebook oldalunkon, és követhetnek minket az Instagramon is. Friss hírekkel holnap este várjuk Önöket, tartsanak velünk akkor is. Viszontlátásra!